Szerbia tavaly márciusban individuális partnerségi akciótervvel kötelezte el magát amellett, hogy a NATO katonák szabad átutazását biztosítsa, rendelkezésükre bocsássa a szerb hadi infrastruktúrát, és külön státussal védje őket az ország területén. A médiában több támadás is érte a szerb vezetőséget, amiért diplomáciai mentességet adott a NATO képviselőinek. Alekszandar Vučić kormányfő szerint azok vádolják a jelenlegi kormányt, akik maguk sem voltak képesek megvédeni a szerb népet hatalmuk idején. Nemoj da drže predavanja oni koji su doneli sve najgore i najpogubnije odluke za ovu zemlju, oni koji bi sutra Srbiju da vrate u mrak i izolaciju i oni koji bi sutra da Srbiju uvedu u neke nove sukobe. Ja Srbiju da uvodim u sukobe i ratove neću ni sa kim. A uvek ću od svakoga da štitim Srbiju i njene nacionalne interese. Štitit ću Srbiju i kada imamo rezoluciju Ujedinjenim nacijama, iako mi se dobar deo vlade buni protiv toga. Vučić arra is emlékeztetett, hogy ezt a megállapodást még egy előző kormány írta alá évekkel ezelőtt, majd pedig ratifikálta, mégis csak most vált politikai problémává. Hozzátette, ennek ellenére nem gondolja azt, hogy ez a megállapodás rossz. Mi smo ta suverena zemlja koja uvek i u svakom trenutku možemo da donesemo bilo kakvu odluku. Drugo, a gde ste videli te NATO vojnike? Gde ste ih do sada videli? Imamo sporazum više godina potpisan, nigde. A gde ste videli neke druge vojnike? A je li to taj NATO od kojeg tražimo zaštitu za sever Kosova, za Srbe? Hoćete da tražimo zaštitu za Srbe na severu Kosova, a da im ne damo da dođu do severa Kosova? A kormányfő hozzátette, csak is okos és bölcs politikával lehet megőrizni a szerb népet Koszovó és Metohiában. Úgy fogalmazott, nem kíván a pártpolitikával foglalkozni, és egyébként is az ott élő nép tudja, kivédi valójában az érdekeiket, és kit kell támogatni szavazatukkal.